Van egy ilyen, egy ilyen furcsa kis stílű hangulata az egésznek, amit tényleg nem várnál egy ilyen igazságszolgáltatási, meg jogi környezetben. Tehát, hogy azt az gondolná az ember, hogy még hogyha itt van is korrupció, az ami más stílusban zajlik, mint ahogy látjuk, hogy zajlik. Sötét fest a magyar államigazgatás és igazságszolgáltatás szereplőiről a Sárdlövölner ügy nyomozati anyaga. A 444-hez eljutott 1700 oldalnyi dokumentumból olyan országképe bontakozik ki, ahol pénzért cserébe el lehet intézni bármit, a hivatalos személyek pedig a saját zsebükbe pakolják a milliókat, amit mindannyiunk adójából szedtek össze. Így kezdi a 444-en hamarosan megjelenő cikkét urfi Péter, amelyben az elmúlt pár év talán legnagyobb korrupciós botrányának egy következő fejezetét tárja majd föl. A 444-en már több cikk is megjelent arról, hogy hogyan fizetett a magyar bírói végrehajtói kar vezetője kenőpénzt Varga Judit miniszter ezért milyen segítséget várt el, és milyen segítséget nyújtott a kormány magasrangú tagjainak, és hogy az egyetemek és bíróságok világában milyen magasra tudott eljutni, hogyha el akart intézni valamit. A stúdióban most azokkal az újságírókkal beszélgetünk majd, akik átrágták magukat ezen az 1700 oldalas nyomozati anyagon, hogy elénk tárják ezeket a történeteket az államigazgatásban nagyon mélyen beivódott korrupcióról. Itt van a stúdióban Miklósi Gábor, Szurovec Illés és Horváth Bence. Urfi Péter kollégánk sajnos nem tudott eljönni, pedig akkor az egész csapat itt lett volna. Sziasztok! Sziasztok. 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 Először egy picit arról beszéljünk majd, részleteibe belemegyünk, hogy egyáltalán milyen megkapni és, és, feldolgozni egy ekkora irattömeget, de egy, egy picit beszéljünk arról, hogy tegyük, tegyük, egy picit tisztába, hogy mi ez az egész Völner ügy, mert szerintem most már azért minden újságolvasó nagyjából tudja, hogy, hogy, van egy ilyen ügy, meg hogy ki a Völner pál, de, de egy picit el tudjátok mondani, hogy miről szól egyáltalán ez az ügy? Mindenki rám néz, úgyhogy... É, szívesen elkezdem, tehát a tavaly év végén robbant ki ez a botrány, amikor uh, kiadott az igazságügyi minisztérium egy közleményt, hogy uh, Völner Pál, az igazságügyi miniszter Vargődit helyettese ellen büntető eljárás zajlik, és uh, akkor szembesült mindenki avval, hogy egyrészt kezdeményezik a Völner mentem jogának a felfüggesztését, illetve hogy azzal, az gyanúsítják egész pontosan, hogy súlyos kenőpénzeket, összesen 83 millió forint kenőpénz fogadott el az évek alatt Sádor Györgytől, a végrehajtói kar elnökétől. Ennyi volt az alapinformáció, és akkor utána kezdte a nyilvánossági érteni, meg átlátni részleteiben, hogy pontosan mi történt. Úgy nézett ki igazából ez a felállás, hogy a Völner papírozta le a sádol kéréseit, mint ment a minisztériumban, hiszen a Völner pár volt az, aki felügyelte azt a végrehajtói területet. A sádol pedig egyfajta ilyen lényegében mindenható ügyeskedő emberként teljesen a az ellenőrzése alá vonta a végrehajtói karnak, vagy legalábbis egy nagy részének a működését, és úgy diszponálta a végrehajtói pozíciók fölött, mint az a sajátja lenne, és megzsarolta, illetve helybe, helyzetbe hozta azokat a figurákat, végrehajtói helyeket járt ki nekik, illetve intézte a vizsgáikat akiktől később aztán nagyon súlyos sápot szedett, aminek a nagy részét megtartotta, vagy hát ugye ezt nem tudjuk pontosan, hogy a pénz nagy részének több mint 800 millió forintnak mi lett a sorsa, de egy kb. tizedét pedig továbbadta Völner Pálnak. És azt lehet tudjátok mondani, hogy egyáltalán mit csinál egy, egy bírósági végrehajtó, vagy miért olyan, miért olyan fontosak ezek a, ezek a végrehajtói helyek? Mert szerintem az emberek többségének van valami elképzelése, hogy ez hogy működik, de szerintem azért nehéz nehéz átlátni, hogy pontosan ez, ez micsoda, és miért, miért, annyira, annyira jó üzlet. Ezt még elmondom akkor én, mert e, talán én foglalkoztam a legtöbbet ebben, tehát e, ugye ez nagyon fontos, hogy e, igazságszolgáltatás függetlenül működjön, és az is ugyanilyen fontos, hogy amikor születik egy bíróítélet, akkor az végre is lehessen hajtani, tehát érvénytlen szerezni annak, ami e, abban van ez a bíróságok mellett dolgozó végrehajtóknak a dolga, tehát hogyha mondjuk valaki ellen születik egy jogerős ítélet, aminek vannak ilyen vagyoni vonzatai, akkor azt a végrehajtó szerez érvényt vadott esetben veszi el például az adóstól, vagy a, a, perben megnevezett emberektől azokat a vagyontárgyakat, vagy hogyha van egy olyan szerződés például egy bank meg egy adós között, ami meghiúsul, mert mondjuk a devizahiteles nem tudja fizetni a hitelét, tehát amikor eljut az ügy egy olyan stádiumba, amikor végre kell hajtani az ingatlanon a szerződésben foglaltakat, akkor a végrehajtó az, aki lényegében oda megy és elveszi, tehát kirakja a rendőri a kérdéses lakásból például a devizahiteleseket. Tehát ez egy nagyon népszerűtlen ám de az állam működéséhez elengedhetetlen pozíció. Ugye az az érdekessége egyébként, hogy a végrehajtók azok nem részei hivatalosan áll az állami ugyanakkor mégis az államtól kapják a posztjukat, törvény szabja meg, hogy mekkora ütalékot szedhetnek végrehajtáskor, és monopóliumot élveznek az általuk felügyelt területen, mondjuk így. Tehát lényegében egy egészen biztos üzlet az, amit ha valaki végrehajtóként megkap, akkor 7 évre szólnak a kinevezések, tehát 7 évig ő élvezhet, és éppen ezért alakult ki az a helyzet, hogy nagyon erős a korrupciós nyomás, nagyon sokan szeretnének végrehajtók lenni, hiszen nagyon magas, nagyon biztos jövedelmet jelent, és nyilván ez aztán kitermelte azt a helyzetet, hogy ilyen sárlószerű figurák. Ugye korábban a sárlőt is volt probléma a végrehajtói kamarával, akkor még kamarai formában működött, hogy, hogy ez nagyon súlyos anomáliák vannak. Szóval számomra hogy az egészen döbbeltes volt, hogyha jól értettem, akkor ez sokáig nem is kellett jogi végzettség, és ez éppen most változik, hogy ez nagyon fura volt, hogy úgy lehetett végrehajtói pályára menni, hogy igazából nem kellett -e ehhez egyfajta ilyen jogi háttérrel rendelkezni a végrehajtóknak. Nagyon sokáig még felsőfokú végzettség se kellett hozzá, aztán bevezették be a felsőfokú és talán 15-be, uh, ezt most fejből kéne mondani. A lényeg az, hogy jövő, jövő, januártól már csak az dolgozhat, akinek van végzettsége, tehát nyilván az utolsó olyan végrehajtók, akiknek még nincs, azok most fejezik be a jogi tanulmányaikat. Igen, és ugye ezért is volt olyan fontos, ami ugye pont a te Gábor, kiderül, hogy ugye a, ez a Charles György szervezi, a, szervezi a jogi diplomákat különböző egyetemeken, különböző kapcsolataink keresztül. Beszéljünk egy kicsit róla, hogy ő kicsoda, mert nyilván ennek az egész ügynek a akkor be a köztudatba, amikor a Völner Pál gyanúsított lett ebben az ügyben, aki ugye nyilván egy nagyon magas pozícióban lévő, egyrészt a Fideszben is nagyon magas pozíció, viszonylag magas pozícióban van meg a, meg a, kormányban is, tehát egy, egy miniszter helyettes, meg egy nagyon fontos miniszternek, a Varga Juditnak a helyettese, de hogy azért nem ő ennek a főszereplője, hanem a Sádl György. Róla, róla, mit, kell, mit kell tudni, milyen, milyen figura ő, hogy hogy kell egyáltalán elképzelni, ugye nekem, vagy nem tudom, egy kicsit, kicsit ugye egy cikkeket olvasva, meg így beletek beszélgetve, egyrészt egy ilyen, egy ilyen furcsa, hát nem tudom, ilyen, ilyen ügyeskedő, gangster-szerű ember, de közben megjogottan itt tanít valamelyik egyetemen. Tehát, hogy, hogy egy nagyon-nagyon furcsa komplex figurának tűnik róla, tudtak egy kicsit beszélni? Hát ez szerintem is ilyen éles kontraszt látszik abban, hogy a között, amit elképzelnél mondjuk egy ilyen pozícióról, főleg úgy, hogy ez egy olyan terület, amiről a legtöbb embernek nincs közvetlen tapasztalata, nincs rálátására az egész területre, úgyhogy csak ilyen nagyon érintőleges elképzeléseid lehetnek arról, hogy, hogy kik dolgoznak ebben. Azt képzelni az ember, hogy tényleg ezek ilyen olyan nagy tekintélyű jogászok dolgozhatnak akár ezen a, ezen a területen, pláne aki mondjuk ennek a vezető beosztású tagja. És hogy ehhez képest hát tényleg azok alapján, amiket a, most már a cikkekben is lehet olvasni, meg ami a iratokból látszik, hogy, hogy igen, ez, ez eléggé ellentétben, ellentétben, áll azzal, ahogy, ahogy ő kommunikál, de közben ugye ilyen nagyon széles kapcsolati hálót mozgat, viszont ezzel ilyen nagyon érdekes módon kérkedik, és használja ilyen kommunikációs szinten is, ahogy, ahogy beszélget erről, erről másokkal. Szóval, szóval igen, ahogy, ahogy te is mondtad, hogy tényleg van egy ilyen, egy ilyen furcsa, egy kis stílű hangulata az egésznek, ami, ami, tényleg nem várnál egy ilyen igazságszolgáltatási, meg jogi környezetben. Tehát, hogy azt az gondolná az ember, hogy még hogyha itt van is korrupció az, ami más stílusban zajlik, mint ahogy látjuk, hogy zajlik. Még még ehhez, amit az Illés mondott, talán azt tenném hozzá, hogy nagyon jól látszik a lehallgatások jegyzőkönyvéből, és ugye péntek reggel meg a bentetik, amiben én is kicsit közreműködtem be a szerzőknél, nem látszik, hogy én szerepem kisebb volt, hogy hogyan használja a sád az információkat, kvázi ilyen információ brokerként, mindenhol összeszedeget valamit, és aztán igyekszik úgy el elhinteni máshol, például a saját véleményét a Völner szájába adva próbálja nyomatékosítani, hogy az ő vágyai mögött itt komoly kormányzati vagy politikai támogatás áll. Tehát nagyon ügyesen manipulál mindig, hogy eléri azt, amit akar. Így történetet az, hogy a bíróságról szóló cikkben olyannyira messzire eljutott a bírói felsővezetőknél. De ki ő, hogy ilyen magas szinten be van ágyazva, ugye kiderül ebből a, a, a cikk sorozatból, hogy, hogy egyrészt ugye a Rogán Antal kabinetfőnökének, a kormány kvázi második emberének, az első emberének intéz ügyeket, a bíróságok legmagasabb szféráiban ügyeskedik, a több egyetem, jogi karában van különböző befolyása, ugye nyilván rendszeresen lefizet egy magasrangú államtitkárt. Hogy, hogy került ő ide? Hogy, hogy lett belőle az, aki, aki ekkora a hatalmi bróker? Ugye az iratokból erre igazából nem kapunk választ, hogy hogyan került ebbe a pozícióba. Az világos, hogy a adnál a tényel fogva, hogy ő a végrehajtói karnak az elnöke már emiatt kapcsolatban volt a völner hiszen Völner felelt ezért a területért. Tehát végül is ez adja magát, de hogy, de hogy, ezen kívül hogyan tudta képíteni a kapcsolatait így szerte ezekben a szférákban, az nem, nem derül ki szerintem világosan. Azt tudjuk, hogy korábban is a végrehajtásban dolgozott, hogyha Rákeres el a nevére régi újságcikkekben, akkor ilyen végrehajtós ingatlan ügyeknél találkozol a nevével, ahol végrehajtóként szólalt meg. Van olyan cikk 5-6 évvel ezelőttről, ahol már így pedzegetik, hogy ő lehet majd ennek az újonnan létrehozott karnak a, az elnöke. Tehát, tehát ez az, amit szerintem így a múltjából lehet tudni. Még az is kiderül, hogy amiről szerintem mindannyiunknak vannak első kézből tapasztalataink, hogy nem feltétlenül azok az emberek a legsikeresebbek a saját szakmaikban, akik a legtehetségesebbek, legrátermettebbek, legokosabbak vagy legerkölcsösebbek, hanem itt a nyomulásnak, a nagypofájuságnak legalább akkor a szerepe van az érvényesülésben, és a sádor, ha valami kiderül, akkor az az, hogy tégesen gátlástalanul nyomul, és használ fel mindent, és mindenkit a céljaira, és szerintem abban, hogy ő, amikor még kamerai formában működött a végrehajtóikar, az élire állatott kvázi ennek a törekvésnek, majd pedig az egészet meglovagolva építette ki a saját hűbér uradalmát, vagy birtokrendszerét, ez, ez lehetett a legfontosabb szempont, vagy faktor. Meg Szerintem felmerül még, és ezt nem támasztják el egyáltalán nyomozatíratok, vagy erről nincsen benne szó, ez csak az én elméletem, de szerintem itt az rendszer szinten is felmerülnek kérdések, amit már Gábor említett, hogy ugye ez egy nagyon erősen monopolizált piac, ahol nincs igazán verseny a végrehajtók között, és éppen ezért nagyon nagy a korrupciós nyomás azon, aki mondjuk megmutatja azt, hogy kiből legyen végrehajtó, hiszen ez egy nagyon jövedelmező terület. És éppen ezért gondolom azt, hogy ha valaki meglátja ebbe a fantáziát, és képes tenni azért, hogy ő ebbe a pozícióba bekerüljön, és képes kitaposni magának az utat, akkor itt tényleg felmerül a rendszer szintű működésnek is a kérdése. Még arról beszélünk egy kicsit, hogy egyáltalán hogy, hogy indult ez a nyomozás, hogy miért kezdték előtt lehallgatni, meg megfigyelni. Ugye ez kiderül, hogy konkrétan ugye rengeteg ilyen telefon beszélgetésnek a leírata, meg néha ilyen konkrét idézetek vannak a sűrűn a cikben. szemlézve, meg ugye az is kiderül, hogy konkrétan megfigyelték, tehát hogy ott, amikor a Völnernek átadott egy ö, csomag ö, há, három millió forintot, meg valami jó, jó piát, vagy hogy, volt megfogalmazva, akkor ott nézte egy nyomozó. Egy valami viszonylag normális pia. Igen, igen. Nem a sárult kezdték el megfigyelni, hanem egy, egy olyan férfi, aki egy novos nyomozás kapcsán került a nyomozóknak vagy a rendőröknek a látókörébe. Őt R betűvel jelöltük, mert nem közszereplő, és ezért igazából nem volt szükség arra, hogy nem indokolta semmi, hogy megnevezzük. Ő, ő egyfajta ilyen kiáró embere, meg haverja, meg ősrégi barátja és totális bizalmasan sádolnak. Teljesen egyenrangú felekként bizniszeltek és amikor elkezdték lehallgatni őt, akkor nagyon gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a sád az nyakig benne van ebben az egészben, úgyhogy akkor rá is kértek lehallgatási engedélyt. Elkezdték őt is lehallgatni, és ők kettejük voltak így végig a célkeresztben. Ő volt ez, a, az ez bizonyos R, akivel olyan gazdámnak szólították egymást a telefonmal? Igen, ez párszor elő, előfordult, igen, az iratok alapján. Egyrészt szóban is volt, hogy SMS-ben is így viccelődtek egymással, gazdinak meg, meg gazdámnak hívták egymást, igen. Mit lehet tudni arról pontosan, hogy, hogy hogyan működött egyáltalán ez a dolog? Illésztelen a voltak erről egy részletek, hogy, hogy nagyjából hogyan, hogyan működött a gyakorlatban ez a, ez a fajta, hát végül is ilyen hűbéri rendszer, vagy ilyen, ilyen lépcsőzetes korrupciós rendszer. Ugye egyrészt az én cikkemben mutattam be azokat a konkrét eseteket, amikor a a nyomozók által rögzítetten átadott pénzt a Schadl a Völnernek. Ugye az ügyészség szerint 21 ilyen alkalom volt 2018-tól tavaly nyárig, amikor valamekkor összeget néhány millió forintot átadott az államtitkárnak, és ebből igazából kettő az, amit, amit részletesen végig tudtunk követni. Az egyik az, amikor az igazságügyi minisztérium bejáratánál találkoztak, átadott neki az iratok szerint egy papírzacskót, amiben 3 millió forint volt, és azt a Völner betette a kocsi csomagtartójába. A másik pedig egy korábbi eset áprilisból, amikor a Sádel autóval ment ki a Völner nyerges újfalúi ügyvédi irodájába, és ott volt ez, az, ez amikor vitt neki egy viszonylag normális piát is még a hármas mellé. És ugye hát a, még a, már abból az ügyészségi dokumentumból is, amit még beadtak a mentelmi bizottságnak, tehát abból is kiderült már, hogy ezek 18 óta ilyen rendszeresen megtörténtek ezek a pénzátadások, és ez az ügyészség azt állítja, hogy ez egyfajta ilyen rendszeres fizetés volt a Shadow részéről Bönernek, amiért cserébe mindenféle ügyekben próbálkozott segíteni neki elintézni ezt-azt a kapcsolatain keresztül, Úgyhogy igen, ebből, ebből kettőt ismerünk részletesen, és hát az pedig változó, hogy a különböző ilyen ügyekből, amiket, amikben együttműködtek, azokból mennyire van részletes képünk az iratokból, valamiből jobban, valamiből kevésbé, és van több, amiben megjelenik ez a bizonyos R is. Tehát van, van olyan ügy, amiről a, ő, amit R-hoz ő értesít róla, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni, aztán ő bevonja a Völnert, ö, például egy, 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 oktatási, magánoktatási intézmény ügyében, akkor látszik az iratok alapján a Völner próbálkozott intézkedni az EMMI-ben, meg az Innovációs Minisztériumban is, hogy, 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 hogy nem tudom, annak az iskolának elintézenek valamit, amit, amit, szerettek volna, és amiért az erre pénzt remélt. Tehát, hogy volt igen egy ilyen, egy ilyen és az is érdekes egyébként ennek az ernek is a, a szerepá, hogy tényleg, és hogy ez is mutatja, hogy nem egy ilyen, egy ilyen nagyon felső osztálybeli elit fehérgalléros bűnözésről van itt szó, vagy nem egy ilyen, ilyen képet kapunk, hanem hogy tényleg ez a, erről az erről kiderül, hogy ő, azt állítják, hogy 16 éve ismerik már egymást, tényleg ilyen bizalmas viszonyuk van, de hát egyébként egy 8 osztályt végzett, korábban volt már sikasztás miatt rendőrségi ügye, és hát hogy látjuk, hogy mégis ilyen egyenrangú partnerként van ott a aki pedig közvetlen kapcsolatban van völnerrel, tehát hogy tényleg ilyen nagyon széles spektrumban mozgatta Shardell a a kapcsolathálóját. Ugye nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, és ezt tudom, hogy Gábor tőled is megkérdezték, amikor ugye volt a, a 444 zárt Facebook csoportjában egy, um, egy ilyen élő beszélgetés erről, hogy honnan van ez, a, ez az 1700 nem tudom hány oldalnyi nyomozati anyag. Nyilván erről újságírók nem szeretnek beszélni, de azért ez mindenkiben felmerül, hogy ugye erre, erre szeretném, hogyha egy mondanátok valamit egyrészt, másrészt meg, hogy egyetlen hogy áll hozzá az ember, hogy ezt így feldolgozza meg, hogy így meglássa benne ezeket a sztorikat, ugye, amik viszonylag azért úgy tűnik, hogy különbözőek, ugye van ez a, ez a bírósági száll, amiről a Bence írt, amiről majd még beszélünk, van ez az egyetemi száll, amikor ugye intézi el a, a Rogán kabinet a, a jegyeit, vagy vizsgáit, hogyan, hogyan lehet ezt meglátni egy ilyen óriási iratkötekben? Azt, hogy hogyan került hozzánk, pontosan ezt nyilván nem fogom elmondani, de aki ismeri a büntetőeljárásnak a menetét, az tudja, hogy amikor emberek ellen zajlik egy nyomozás, majd a végén összeállítják a nyomozati anyagot, akkor a büntetőeljárás különböző fokozataiban az egyre több emberhez kerül ki. És itt ponton feloldják az egésznek a titkosságát, vagy a minősítését, és onnantól fogva lényegében nem követünk el semmilyen bűncselekményt azáltal, hogy a tartalmát létrehozzuk. Tehát tényleg mondhat, mondhatnám azt is, hogy ö, befújta a szél az ablakon, és ö, beesett a céges Protonmel, vagy bármelyik ö, ládába egy ilyen irat, de nem erről van szó, de a, igazából nincs is nagyon nagy jelentősége. Tehát ez ö, egyébként, ez még egy érdekes része ennek, hogy ahány emberrel beszéltünk, meg ugye elég sokan bejelentkeztek azután, hogy a cikkek elkezdtek megjelenni, kiderült, hogy Rengeteg ember van, aki ismeri ennek a, az iratcsomonak a tartalmát, vagy legalábbis ismer belőle ö, szaftos részleteket, olyanokat, akit, amit tényleg csak az ismerhet, aki látta, vagy akinek olyan mesét róla, aki közvetlenül látta, hogy ez elég széles körben. Ö, mozog, és vélhetően azok az emberek, akik tudják, hogy mi van benne, el is kezdtek ezzel is így kvázi brókerkedni, hogy szóltak olyan embereknek, akikre terhelő információk lehetnek, hogy figyeljenek, mert jön valami ilyesmi, stb. Tehát ilyen, mikor összeállít a rendőr, egy, rendőrség egy ennyire súlyos anyagot, akkor az aztán elkezdi járni a maga útját így a hatalom útvesztőiben, hogy költőjen fogalmazzak. De lényegében így. Azt még el, majd a kérdésed másik felére, azt de elmesélem, hogy ugye én rajtam keresztül került be a szerkesztőségbe az irat csomó, ami egy pdf fájl egyébként, hogy először egy ilyen nyers pdf fájl volt, tehát beszkennelt papírok voltak benne lényegében, amivel eléggé meggyűlt a bajunk, mert ugye nem lehet benne keresni, de óriási mázlink volt, mert pont akkor ajánlottak fel a szerkesztőségnek egy új szoftver használatát, amivel pillanatok alatt kereshetővé tudtuk tenni, meg tudtuk egymással osztani a különböző részleteket, és így, így aztán, tehát anélkül még mindig csak olvasnánk és szörnyűködnénk. Amikor én megkaptam a PDF-et, akkor nyilván először rákerestem arra, amit mindenkit a legjobban érdekel, hogy gazda, meg gazdi, meg gazdám, meg gazdi, meg tehát hát, ha kiderül, hogy kiről van szó, aztán hogy kiről, kiről beszél Sádl, mint az ő fölött álló, magasrangú tisztviselőről, aki nem a Völner, de ez nem derül ki az iratokból, tehát aki azt várja, hogy a következő cikkekben majd erről is lelebentjük a fájtlet, az most sajnos ki kell nem lesz. De hadd hát kérdezzek egy, egy tisztázót, mm. hogy ugye itt beszéltük már, meg ugye ez szerepel a cikkekben, hogy ugye egymást szólítják ezek az emberek gazdinak, gazdának, de hogy emellett van valaki, akire amúgy még így hivatkoznak, csak nem tudni, hogy az kicsoda, vagy ez inkább, inkább egy ilyen megszólítás, ilyen uram, van, van olyan rész is, amikor egy harmadik szemét ö, ö, nevez Sándor gazdájának, hmm. ö, akivel részt vette egy közös nyaraláson, de nem derül ki, hogy ez kicsoda. Nem tűnik annyira fontosnak az irat csomóban levő lehallgatott beszélgetések alapján a gazda személye. Ez lehet hogy azért, mert tényleg nem olyan fontos, és azért is lehet, mert gondos kezek kifésülték az egészet és az erre vonatkozó utalásokat, nyomokat és beszélgetések leíratait kivették belőle, ez amit nem tudunk. És hogy, hogy, hogy rajzolódnak még akkor is, hogyha már egy kereshető egy ilyen fájl, az ilyen történetek, mint például ennek a, ennek a bírónőnek a története, amiről ugye most pénteken vesszük fel ezt a podcastot, ma reggel, péntek reggel jelent meg a Bencének a cikke, ami majd kérlek meséld el röviden, hogy, hogy, miről szól, de hogy, de hogy ez például, ez például hogy hogyan, hogyan találtátok meg ebben, a, ebben az óriási valamit Itt van. abszolút a Gábori az érdem, aki, ha én jól tudom, akkor mi mielőtt bárkit megkeresett volna a szerkesztőségből, az a kapcsolatban, hogy -e, vagy van-e kedve beszállni -e a munkába, elolvasta az 1700 oldalt és már ilyen úgy keresett meg embereket, akik feltételezte, hogy lehet, hogy érdekel, hogy van lenne kedvük ezen dolgozni, hogy már konkrét téma ötletekkel. És aztán nyilván ezek kicsit alakultak, mert hogy mi is elkezdtünk foglalkozni a szövegekkel, meg tehát más, más is kiszúr az ember, de alapvetően a Gábor már felvázolt több témát, és ezekből születnek is azóta a cikkek. Úgyhogy én például ezt a bíróságos témát, ezt úgy ilyen értembe készen kaptam, mert ott volt ilyen ajánlatként, nem tudom, három-négy elemű lista, még félre is értettük egymást, egymást egyébként, de ezt nem is beszéltük meg azóta, hogy én egy igazán egy, egy másik témára mondtam első, hogy ezt a csak, csak valahogy más volt a felsorolás, és akkor igazából ezt kaptam, és nagyon elégedett vagy. Ez kiderült, hogy ez kifejezetten izgalmas, ami nekem jutott, úgyhogy én örültem utólag. Sajnálom, Bence. Nem, 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 és egyáltalán nem probléma, csak hogy utólag nevettem ezen, hogy, hogy alapvetően egy másikra csillant fel a szemem, de aztán örülök, hogy, hogy ez a bíróság itt kaptam. Ez azért is jó volt, mert ez egy nagyon, tehát ez egy ilyen mikrosztori az egész történetem belül, nagyon sokat elmond a gondolkodásáról szerintem, meg elmond sokat az igazságszolgáltatás működéséről is. Valójában ez egy ilyen személyes bosszúnak tűnt a számomra az ő részéről, tehát ennek így az egész ügy szempontjából nincs kiemelt jelentősége talán legalábbis olyan értelemben, ahogy majd vádat fognak ellen elmelni, gondolom meg, tehát hogy az egész eljárás le fog zajlani, abban valószínűleg ez nem lesz egy kiemelt elem. Ugyanakkor szerintem jól feldolgoztuk, mert tényleg elég beszédes az egész. Ehhez muszáj egy kicsit hozzászólnom, mert nem azért, hogy mentegessem a bűnömet, amikor félreértettelek, de szerintem az egész iratkötekben nekem ez volt a legerősebb történet, tehát hogy még hogyha nem is sikerült a sárbőrnek a bírót, vagy pokolá tenni az életét, de az, hogy ő szeretne kicseszni, vagy kirakni egy végrehajtót, aki, egyébként eljárás is zajlik, és nyilván egy ponton majd úgy is el fog érni a maga természetes menetében a dolog, hogy ezt a, végrehajtó, ezt a, végrajtot, végrehajtót ott elvegyék hivatalosan és a posztját, de ezt az egészet szeretné nagyon felgyorsítani. Ebben őt akadályozza egy bíró. Kiderül, hogy azért nem tud kellő ereje fellépni a végrehajtó ellen, mert a végrehajtó egy olyan papírt lobogtat, ami a bíró állásfoglalása arról, hogy milyen feltételekkel lehet kitenni egy végrehajtót, és mikor lehet tőle elvenni a pozícióit. Egy kicsit bonyolult a történetet tudom, de ez a dolog, hogy a bíró ír egy állásfoglalást arról, hogy egy végrehajtó ellen, hogyha büntető erre zajlik, akkor milyen fokozat, milyen stádiumban, milyen következmények lesznek, nem tűnik egy akkora égbe kiáltó bűnnek, amiért egy bírót ki kéne csinálni. Sádré nem így látta, ő azt érezte, hogy őt itt akadályozzák, és elkezdte a bírósági, vagy a bírói rendszer legmagasabb csúcsain ülő embereket hívogatni. Itt a fővárosi törvényszék már a, már a Pesti körületi bíróság, vagy a járási bíróság, egy járási bíróság itt Peste, már az is a legnagyobb bíróság az országban. A Fővárosi Törvényszék, amely az összes Pesti vagy Budapesti Járásbíróságot felügyel, aztán tényleg a legnagyobb bírósági rendszer. Ennek az elnökét célozta meg az Országos Bírói Hivatal elnökén keresztül, ugye a Bírói Hivatal pedig ugye az igazgatását végzi a bíróságoknak és mint a kés vajon lényegében úgy jutott át egészen. Nyilván az is belejátszott hatott, hogy ezek az emberek nem mertek neki ellent mondani, hanem minden kicsi borgotott, hogy persze, persze, de hogy közben mégsem mutatott senki ajtót neki gyűvölt vagy takarodjon innen ezzel a hülyességgel, mégis mit képzel magáról. És hogy az, hogy ez így megtörténetett, szerintem a legsúlyosabb story az egészben, attól függetlenül, hogy végül nem ért célt, és a bíró a mai napig ott dolgozik. Ja, per, abszolút ezt ugyanígy. Én arra gondoltam, hogy valószínűleg az, az eljárás folyamán ez majd nem lesz a leghangsúlyosabb sztori, mert hogy ehhez képest nyilván átadott milliók, meg ezek a sztorik kézzelfoghatóbbak. Ami szerintem izgalmas volt még ebben ebbe a, bírói esetben, az az, hogy a Sádül hogyan tolta maga előtt folyamatosan a Völner nevét. És így se lehetett igazából, nem derül ki az iratokból, hogy a Völner igazából mennyire volt involválódva ebbe a sztoriba. Tehát, hogy hogy ő igazából valóban, őnek is érdekében állt el ez a bírónak az eltávolítás egy foglalkozott -e ezzel, ez így nem igazán derül ki. Az világos, hogy a folyamatosan a Völner nevét felhasználva kilincselt a legmagasabb igazságszolgáltatási posztoknál, és ez megmutatja azt is, hogy itt mennyien, hogyan folyt összefonódva a politika, meg ez a korrupt világ. Ugye ezekben a cikkekben, meg ezekben az iratokban nagyon sok szereplő van, vannak olyanok is, akik ilyen névvel szerepelnek benne, mert vagy valami ilyen fontos pozíciót töltenek be, vagy egyszerűen így a, a fontosnak tartottátok, hogy így elmondjátok, hogy, hogy ők kicsodák, akár az egyetemeken, akár a bíróságokon, akár más intézményekben, és ugye vannak olyan részek, amik nekem nagyon érdekesek voltak ebben a cikkben, amikor ugye beszéltetek ezekkel az emberekkel, és szembesítettétek, megkérdeztétek őket, hogy mi is történt, és aztán szembesítettétek őket, hogy, hogy mi volt a nyomozásban. Egy kicsit beszéltek arról, hogy Egyrészt, hogy ezek milyen élmények voltak, másrészt meg, hogy hogyan reagáltak ezek az emberek ezekre az úgymond vádakra. Ezek milyenek voltak ezek a beszélgetések? Itt igazából Nekem két-két elég magas beosztásból lévő szemét kellett keresnem, ugye az OBH elnökét, meg a fővárosi törvényszék elnökét, mert a Sádül által elmondott, vagy legalábbis a nyomozati iratok szerint a Sádül arra hivatkozott, hogy náluk járt, vagy velük beszélt, amiatt, hogy ezt a bírótak valahogy keresztbe tegyem. Izgalmas volt olyan szempontból, hogy az OBH-nökét felhívva ő, ő felvette a telefont, de közölte, hogy ez nem egy publikus telefonszám, és hogy keressem a titkárságát. Ez ugye olyan szempontból vicces, hogy a leírat alapján a sádulási nem beszélt telefonon, tehát hogy úgy néz ki, hogy neki megadta a telefonszámát, hogy ez, ez... de hogy velem nem kívánt beszélni, és akkor a titkárságnak elküldött kérdésre pedig egy nagyon semmit mondó választ kaptunk. A fővárosi törvényszék elnöke nem is nem vette fel akkor a telefonunkkal hívta, a SMS-emre válaszolt, ő is a sajtóosztályhoz irányított, és onnan egy még, még, annál is semmit mondóbb választ kaptunk. Tehát igazából nem, nem, úgy nézett ki, hogy ők ebben bármit így proaktívabban kommunikálni szeretnének ezen a ponton. Nekem nagyon nehéz volt felhívni ezeket az egyetemi embereket, mert hogy ugye lényegében ez egy, tehát olyan helyzet, amikor tudod valakiről, hogy vaj van a füle mögött, van a vaj, vagy a feje, nem tudom már. Valahol van. Tehát, hogy tudjuk, hogy se tudja, hogy sáros. Ő is tudja, hogy sáros, én is tudom, hogy sáros. És ugye van a beszélgetés erénye meglepetés ereje. Ők, ők ugye nem annyira központi figurák, hogy értesületek volna korábban arról, hogy szerepelnek a, az iratokban, úgyhogy tőlem tudták meg, és ilyenkor van egy döbben amikor így szinte hallja az ember, hogy forognak a fogaskerekek, hogy most akkor így hogyan kéne kezelni ezt a helyzetet. Majd pedig jön valamilyen magyarázkodás. Nekem is nagyon kellemetlen volt. Tehát nagyon kellemetlen így van, akinek kvázi így, még ha nem is, tehát csak telefonon beszélünk, de így azt mondani, hogy tudom, hogy rosszat csináltál, tudom, hogy segítettél másoknak a múvizsgák erintézésében, tehát nagyon kínos volt. De, hogyha jól értem, akkor akkor több szereplő volt, aki aki kapásból letagadta, és aztán be kellett neki olvasni a telefonba, hogy, hogy ez is ez szerepel a lehallgatási jegyzőkönyvekben, tehát hogy ez nem, még csak nem is az van, hogy valaki ilyen nem tudom, újságírói forrás mondta, hanem konkrétan a lehallgatási jegyzőkönyv, és hogy akkor, akkor kénytelenek voltak mondani erre valamit. Igen, én nagyon gondolkoztam azon, hogy hogyan kezd az ember egy ilyen beszélgetést. És akkor végül kitaláltam azt, hogy azt fogom mondani mindenkinek, hogy szerepel a neve a jegyzőkönyvben, ez is ez történik, kérem segítsen tisztázni. Ez volt a bevezető szöveg, ez ugye egy viszonylag semleges, de azért elég erősen a helyzet lényegére ráutaló nyitó mondat, Ezután következett a magyarázkodás meg a tagadás, és akkor mondtam, hogy, hogy akkor felolvasom azt, hogy milyen beszélgetés tulajdonít önöknek a rendőrség, hogyan hallgat, hogy milyen a leírata a beszélgetésüknek. Felolvastam, és akkor itt, itt, jött az, amikor már úgy ezzel kezdeni kellett valamit, mert azért még sem lehet mondani, hogy ilyen beszélgetés nem történt, ha egyszer oda le van írva. És akkor jött az, hogy igazából ez nem azt jelenti, hogy, hogy én itt tentevőlegesen részt veszek a dologban, hanem azt jelenti, hogy én tudomásul veszem, hogy mit kérnek tőlem, de valójában nem ígérek semmit avval kapcsolatban, hogy majd itt hogyan fogok valóban segíteni. Ugye ez általában ellentmondott annak, ami oda van írva, de legalább az adott pillanatban ilyen artmentésnek jó volt. Utáltatok már arra, hogy lehet, hogy kiderültek olyan dolgok ebből a nyomozásból, amik nem szerepelnek az iratokban, például, hogy ki, ki lehet a gazdám, meg ilyenek. Meg ugye, ha jól értem, akkor az ilyen magasrangú politikusok is viszonylag furán vannak ebben a, ezekben a jegyzőkönyökben kezelve, hogy úgy valahol így elvesznek ezek a szálak. Emögött ti mit, mit, láttok, vagy mit gondoltok, vagy mit lehet, mit lehet, sejteni, és, és ez mennyire befolyásolhatja azt, hogy milyen politikai hatása lehet ennek a nyomozásnak? Nekem vég volt egy olyan nagyon kellemetlen érdésem, ahogy olvastam ezt az anyagot, hogy itt azért gondos szemek előttem, vagy előttünk már átnézték, tudva, hogy ki fog kerülni a sajtóhoz, és lényegében teljesen kigyomláltak belőle minden olyan jelet, ami <coughs> nagyon kompromittálna bárkit a Völner páron kívül, viszont őre egyértelműen ki van adva a kilövési engedély. Tehát, hogy a, a Sárlő Györgynek valaki mindig megmondja, hogy a Rogán a kabinett főnökének a vizsgái éppen hogyan állnak hogy melyik gyakorlati egyet nem szerezte meg, hogy éppen milyen problémái akadtak ott a tanulmányai során, de soha nem derül ki, hogy az információ hogyan jut el a sádlhez és kitől. Hát ez mondjuk nagyon-nagyon gyanúsá teszi ezt, azt, hogy ez valóban a teljes nyomozati anyag lenne. Ez mondjuk talán a leginkább szembeszökő. Vannak még olyan dolgok, amikről még mindenképpen fogunk írni cikket, úgyhogy ezeket most nem lövöm le előre, de ez, ez, az, ami te, tehát a, ugye a másik az, hogy miért nem hallgatták le a Völnert, ez nem a nyomozóknak a problémája, hanem az, hogy ők nem délül ki, hogy kértek-e például -e és engedélyt a Völnere, és aztán azt milyen indokkal utasították el, vagy egyáltalán ez egy olyan szál, ami ha az ember logikusan gondolkodik rendőrként, akkor nyilván tudni akarja, hogy akkor a Völner kivel hogyan állt kapcsolatba, és mit csinált, semmi utalás nincsen arra, hogy ez akár csak szempontként vagy igényként felmerült volna a rendőrség részéről. Tehát még ha ezt esetleg a nyomozásban résztvevő rendőrök javasolták is, nincs jele annak, hogy ezt a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amelyik a nyomozást folytatta, bármilyen szinten, magas szinten fontolóra vette volna, vagy esetleg kérvényezte volna az ügyészség felé, vagy kezdeményezte volna az ügyészség felé, hogy az ügyészség kérjen bírói engedélyt, tehát ennek semmi nyoma nincsen. azt, hogy hogyan értékelitek, ahogy eddig, eddig a kormány politikusai kezelték ezt az ügyet, és szerintetek ez mennyire, mennyire maradhat úgy, ahogy, ahogy, ahogy most van. Ez nyilván most már nem az iratokról, meg ilyenekről van szó, hanem ez, 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 spekulatív, de nyilván egy nagyon fontos, egy olyan, olyan fontos része, ami, ami ugye az iratokon túl mutat ennek az ügynek. Erről, erről mit gondoltam? Hát ugye, talán a legkézzelfoghatóbb reakció az, ugye az volt, amikor Orbán Viktor tartott a decemberi utolsó kormányinfót, és akkor nyilván kapott erről kérdéseket. Az minden alkalommal azzal hárította el, hogy addig, amíg nincs ítélet, addig erről nem, arról nincs értelme beszélni. Azt is mondta, hogy nem látja jelét annak, hogy itt az igazságügyi miniszternek felelőssége lenne, de egy másik kérdése meg azt mondta, hogy majd erről is az ítélet után beszéljünk. Szóval, hogy van egy ilyen hárítás, nyilván ez, ez egy ilyen különleges alkalom volt, amikor lehetett kérdezni a miniszterelnököt, ezen kívül pedig nem, hogy a miniszterelnököt, de hát Varga Juditot sem lehet igazából kérdezni. Ugye volt a héten egy alkalom, amikor, amikor sikerült őt elkapni 15 másodpercre egy rendezvény után, ahol ismét csak azt mondta, hogy hogy egyrészt meg kell várni az ítéletet, másrészt, hogy ők kiadtak erről egy közleményt, amikor nyilvánosságra került az ügyészségi Abban a közleményben uh, nem adom, hogy mi volt. Az csak az eredeti közlemény volt, hogy elindult egy ilyen eljárás, és kezdeményezték az ügyészség kezdeményezte a mm, miniszterhelyettes képviselő jogának a felfüggesztését, aztán mi kivatkoztak arra, hogy a, a, katolikus rádióban adott egy interjú, tehát hogy ő a maga részéről igenis a nyilvánosság rendelkezésére áll, de hát ez pont egy olyan interjú volt, amiből az égvilágon semmi nem derült ki azon kívül, hogy neki mi a hivatalos, nagyon szűkszavú verziója, lényegében a közlemény volt így felvizezve benne. Talán a közleményben még kiderül az is, hogy a Völner lemondott a államtitkári posztjáról, és akkor ezzel, mintha a minisztérium maga részéről le is zárná ezt az ügyet, hiszen felmerült ez a gyanú, az államtitkár távozik, úgyhogy minden, minden rendben van. Ugye azt, azt, akartam csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy megkérdezted, hogy a kormány hogyan reagált, hogy az, hogy a Varhődit azóta lényegében bújkál, nem hirdetik meg a nyilvános eseményeit, amikor sikerült elkapnunk őt, az is azért volt, mert egészen véletlenül az MTI kulturális agendájába kikerült az időpont módosítás, és ez, ezt vett észre az egyik kollégánk. Kalfmalás Az Ázsófi vette észre, és a Balázs ment le, igen. Tehát hogy ez a teljes, teljes véletlen. De az hogy, az, hogy bújkál, és az, hogy amikor pedig mégis elkapják, akkor pedig ingerülten beugrik az autójába, és onnan ö, ö, szól sértődöttem vissza, hogy ö, talán figyelni kéne az ő közleményeket, mert ők igenis reagáltak, mindenél pontosabban mutatja, hogy ö, nem szívesen száll bele ebbe az egészbe, és pláne nem áll rendelkezésre segítsen tisztázni a politikai felelősséget. Senki nem gondolja azt, hogy semmilyen gyanú nem rült fel avval kapcsolatban, hogy itt a varói része lett volna ennek a korrupt hálózatnak, de hogy neki van ebben politikai felelőssége, és erről kéne valamit mondania, az pedig teljesen nyilvánvaló, és az is, hogy ez egész roppant kellemetlen, és búj el előre, és ezzel kvázi tényleg így magár húzza a szükségesnél sokkal jobban ezt az egész dolgot. Amit az Orbáni politikai rendszerről tudunk, meg amit erről az ügyről tudtok, hogy merre, milyen minisztériumokban, milyen magasra érnek a különböző szálak. De ezek alapján mit lehet gondolni, hogy amúgy mennyire magasra érhettek ezek a dolgok? Vagy hogy, hogy elképzelhető-e az, hogy Varga Judit nem tudott arról, hogy Völnert rendszeresen lefizeti és ő elintéz dolgokat? Vagy, vagy hogy más miniszterek ne tudtak volna erről? Vagy hogy Orbán Viktor nem tudott volna erről? ezt nem tudom megítelni, igazából tényleg, hogy, hogy, most erről konkrétan ki tudott és ki nem. De szerintem ez, persze ez is fontos kérdés, de hogyha nem tudott róla, az sem jelenti azt, hogy nem kell ezzel foglalkoznia, vagy hogy nem kell erre magyarázatot adni a, nyilvánosságban. Ugye itt még hát a miniszterek közül a Rogán Antal neve az, aki így konkrétan felmerülhet a kabinet főnöke miatt, a a vizsgáztatós, az egyetemi vizsgás sztorikon keresztül, illetve azóta, mióta megjelent az a cikk, azóta egyre több információ jelent meg erről a kabinet főnökről, és arról az ingatlanról például, ami az ő cégéhez került a, a, végrehajtói kartot, és Rogán Antal sem mondott erről egy szót sem, és őt sem lehet megkérdezni erről és mindezek fényében az is furcsa, amikor Gulyás Gergely miniszter meg azt mondja már a januári kormányinfon, hogy, hogy ez egy egyedi eset, ez a, ez a, ez a Völner ügy, és hogy semmi, semmi nem utal arra, hogy ez nem egy egyedi eset lenne. Hát, hogyha tényleg egy egyedi eset, akkor viszont egy jó nagy egyedi eset, ami, ami viszont nagyon, nagyon sokan érintettek. Hogy, hogy azért, amikor egy ekkora botrány van, akkor mindenki azt gondolná, hogy normális esetben kormány vagy a tárcavezetője Varga Jutinit egy, egy vizsgálatot, vizsgálatot egyáltalán kiderül, hogy a minisztériumban meddig értek ennek az ügynek a szálaik, kik voltak involválódva, itt a ma reggeli konkrétan egy viszonylag magasrangú minisztériumi mi tisztviselő meg van nevezve, mint aki hát így kvázi azért benne volt ebben a rendszerben, még ha nem is feltétlenül anyagi vagy más szempontból involválódott, de hogy azért elég kétes a szerepe, Ugye ehhez képest azt mondják, hogy majd a bíróság, majd a jogerős vitére után, és hogy nincs itt semmi látni való valójában. És ugye ez megint az, hogy az emberben nem csak a kíváncsiság van, hogy mi volt ez az ügy, de úgy időten a két is, hogy miért nem akarják ezt az egészet kivizsgálni. Mert ettől nem fog elmúlni a dolog, és nem fog jobban kikopni a nyilvánosságból. Tehát tehetnék azt is, hogy indítanak egy vizsgálatot, aminek a vége megállapítja, hogy ez egy ilyen nagyon szűk, hermetikusan zárt dolog volt, aminek nem voltak csápjai felé, és akkor neztek itt van, mi megcsináltuk a vizsgálatot, de nem, ezt se csinálják. Azért ez, ez elég gyanús. Még azt akartam mondani, hogy, hogy Amiért ez az ügy nagyon fontos, az az, hogy rámutat arra, hogy, hogy egy ennyire rosszul kitalált rendszer, mint amin a végrehajtóké mennyire szükségképpen szül korrupciót. És ha valamit, most eltekintve itt az egész konkrét esettől a valamit, akkor tényleg a, valamin, akkor az igazságügyi minisztériumban tényleg azon kéne elgondolkozni, hogy hogyan lehet alapjaiban megreformálni a rendszert, és egy olyan új szisztémát kialakítani, ahol versenyeznek egymással a végrehajtók, ami a piac jellegénél fogva, hogy ele fogja szorítani majd ezeket a nagyon magas jutalékokat, és a korrupci korrupciós nyomást is csökkenti. Hát erről aztán végképp semmit nem lehet hallani, hogy ők itt ilyesmi gondolkodnának. Hát ugye az történt, hogy valamelyik este egy megjelent a magyar közlönyben, hogy azokat a pályázatokat, amiket még szeptemberben írtak ki, nem tudom hány végrehajtói pozícióra, amit még nyilván a, a Sátl szervezet, azokat a pályázatokat, azokat visszavonták, és újra kiírták. Úgyhogy most majd el elkezd felépülni egy új hálózat. Még azt akartam mondani csak, hogy milyen kormánytagok, meg minisztériumok merülnek még itt föl. Ugye ez teljesen de hogy amikor Sadőt és a feleségét elfogták a rendőrök, akkor éppen a reptéren voltak, és Dubajba utaztak volna, és akkor megtalálták mindkettőknél a diplomata útleveleiket. Amire a Sader azt mondta, hogy ő azért kapott ilyet a külügyminisztériumtól, hogy a járvány alatt tudjon menni nemzetközi konferenciákra. Ilyen, ilyen megítélés kérdése, hogy mondjuk ez mennyire indokolja egy diplomata útlevel kiadását, hogyha tényleg emiatt kapta, de hogy például erről is megkérdeztük a külügyminisztériumot, hogy tényleg kapott-e, mikor kapott, és milyen indokkal. Ugyanezt megkérdeztük aztán a feleségével kapcsolatban is, de hogy mindkettőre csak azt a választ kaptuk, hogy januárban, tehát egyébként már jóval azután, hogy nyilvánosságra került az ügyészségi gyanú, meg pláne jóval azután, hogy elfogták a rendőrök sadrékat, hogy akkor bevonták ezt a diplomata útemelet. De hogy erre se kaptunk választ például, hogy miért látták indokoltnak Sadelnek, meg a feleségének ilyen útlevelet adni. Tehát, hogy még az ilyen típusú résztetekről is ilyen nagyon-nagyon-nagyon visszafogott a kommunikáció. Ugye az még elképzelhető, hogy mondjuk a sáza szeretett volna a diplomata útlevelet, mert az nagyon jó, nem kell sorba állni a reptéren, és akkor megkérte a völnet, hogy járj ki neki a szíjártónál. Tehát mondjuk így ránézésre körülbelül ez történhetett. Ami még a kormányt érinti, hogy voltak itt a végrehajtók sartolása mellett ilyen egyedi ügyek, amit ez az R nevű ember hozott általában a Sádra-nak, amikor valaki valamilyen bizniszszel bepróbálkozott, hogy akkor segítsenek neki itt az államigazgatás döntéshozatali berkeiben egyengetni ilyen egyedi bizniszeket, hol a csá volt akinek valami kutyatáp cége volt, és egy 600 milliós csalást kellett volna elsikálni, hogy még gyanúsított se legyen az ügyben, hol valami vízmotoros tébolító történettel nyomultak, hogy majd erre nem tudom mennyi állami támogatást fognak szerezni, meg a, az újfajta környezetkímélőbb építőanyagoknál, ezek ugye, ezekről már írt a sajtó, ezekről a sztorikról, de hogy ezeknek a szálai ugye elvezetnek az a informatikai tárcához, elvezetnek az emmihez, és látszik, hogy ott ezekkel az emberekkel, a Völneren keresztül a Sádl meg az R így próbálja egyengetni ezeknek a projekteknek az útját. Nem nagyon merész feltételezés azt gondolni, hogy ilyen ügyekből nem feltétlenül a Sádlon keresztül, de más ilyen befolyásos, kiáró embereken keresztül még rengeteg van. Azt lehet, hogy tudjátok mondani egy kicsit, hogy most, most hogy áll ez az ügy, meg hogy mikor lehet belőle ítélet? És hogy ki a gyanúsítottak közül ki mit mond? Hát, hogy a gyanúsítottak közül ki mit mond? Hmm, hát, közül, ki mit mond ugye uh, ezekben az iratokban szerepelnek uh, vallomások is, uh, néhány. Erről fog majd szólni egyébként a hétfői cikke az úrfi Pettinek. Igen, az, a, az kifejezetten a végrehajtókkal való bizniszen keresztül, hogyha jól tudom. Illetve valamennyi, tehát ilyen rövid vallomást tett a, a Sadöl is, amiből már idéztünk. Például, a, amikor elmondta, hogy miért kapott diplomata útlevelet, amikor, amikor ragaszkodott ahhoz, hogy nem szökni próbáltak Dubajba, hanem egyszerűen dolguk volt. Több, több millió euró készpénzzel, vagy nagyon sok pénzzel? 16 ezer euró készpénzt találtak a sofőr zsebében mert hogy hárman ültek a kocsiban, és ugye ez a sofőr volt az egyébként, aki a lehallgatási jegyzőkönyvek meg alapján elugrott a pénzért Sadölnek, amikor vitt egy hármast a Völnernek, tehát hogy az ügyészség szerint ilyen módon ő is tudatában volt ezeknek az üzleteknek. Szóval, hogy nála volt igen ez a 16 ezer euró egyébként, ami, amire először mindenki azt mondta a jegyzőkönyvek alapján, hogy, tehát, hogy, nem tudják, hogy honnan van ez a pénz. Aztán végül elárulták, hogy ez a sadőré ez a pénz, és hogy azért azt mondták, hogy azért adta oda a sofőrnek, hogy vigye be az irodai páncélszekrénybe. Ezeknek a szereplőknek a, a vallomásai így fel, felbukkannak az íratok között, Úgyhogy az a baj, hogy a, hogy a sem tett például nagyon-nagyon részletes vallomás, vagy legalábbis mi nem láttuk ezt pedig nyilván ezek nagyon érdekesek lennének. Ezenkívül ilyen kisebb szereplőknek a olvashatjuk még a valamását, meg hát a, a, a végrehajtós ügy maga, az egy külön sztori persze, amiről még lesz cikk. Jelenleg az ügyességnél van az egész történet, vádemelés még nem történt, a gyanúsításokat pedig már közölték. Szóval akkor ebből potenciálisan még nagyon sokára lesz ítélet. Egy jogerősítőröt meg pláne. Hát igen. igen még azt akarom tőletek megkérdezni egyrészt, hogy, hogy mi, mi, az, amit még ti, vagy a 444 meg szeretne, vagy meg fog írni ebből a történetből, meg hogy, hogy általában merre, merre, vezethetnek még ezek, a, ezek, az iratokban felsejlő szálak, amik izgalmasak lehetnek a jövőben. És hogy van-e olyan az iratokban, amit, amit meg, ami meg nagyon érdekes, de amit nem fogtok megírni? lesz a Urfi Péternek a sorozat hétfőn folytató következő epizódjában egy cikke a, arról, hogy a végrehajtókat hogyan sarcolta, megzsarolta a sádol. Szinte készen egy másik cikk, ami egy konkrét végrehajtóról szól, aki nem a sádol, de különlegesen érdekes szerepe van ebben az egész rendszerben. És hát még gondolkozunk azon, hogy, hogy milyen cikkek legyenek, mert az egész ügy egy kicsit szétfolyó, meg ez az egész ügyiratot azért úgy kell elképzelni, hogy vannak benne lehallgatási, meg tanúkihallgatási jegyzőkönyvek, de a nagyon nagy része az pedig egyrészt az egész jogszerűségét bizonyító ilyen belső rendőrségi anyagok, ahol mindig fel vannak sorolva azok a jogszabályi helyek, amikre hivatkoznak. Általában mindenről több másolat is van, tehát mondjuk, hogyha nettó néznénk, a 1700 oldal, ez azért jóval kevesebb. Csak ugye mindent meg kell nézni, mi nem tudhatod, hogy mikor úrik elő valami a bokorból. Tehát mi gondolkozunk azon, hogy milyen fogás van a dolgon. Lesz egész biztosan egy cikk erről a gazdámozásról, meg az ehhez kapcsolódó dolgokról. Ezt ezen már elég sokat gondolkoztunk és szerintem indokolt lenne egy olyan cikk is, ami arról szól, hogy mi az, amit sejteni, lehet ezzel az ügyel kapcsolatban, de nem derül ki a jegyzőkönyvből, tehát arra utal, hogy itten eletek tüntetve dolgok. Tehát erre hiába van az, az egész nagyon alaposan kigyomlálva, rengeteg kérdőjel van, és ezeket a kérdőjeleket, hogyha az ember összeszedi, és a belső logikáját feltárja, akkor további fontos kérdőjeleket lehet majd kitenni a sor végére. Tehát hogy az, az nagyon érdekes még, ez a, hogyha ezzel a szemmel olvassa az ember, hogy mi hiányzik belőle. Csak hogy egyet mondjak például így tízernek, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kérte, hogy folytassák a lehallgatást nyár közepén, mert az első három hónap az lejárt a nyár közepén, és nem derül ki, hogy, hogy ez, erre kaptak engedélyt, történtek-e további lehallgatások, vagy ha nem, akkor miért nem ekkor már ugye vastagon benne volt a Völner az egész sztoriban. Ez például egy olyan dolog, amit, amin, hogyha ezen a, ezen a szemüveken keresztül olvassuk a, a, nyomozati iratot, akkor az például hát így nagyon súlyosan kétségesé teszi azt, hogy itt a teljes képet látjuk-e. Énként sajnos elmiatt nincs arról sem még a szempontos képünk, hogy ők nagyon értesültek-e arról, hogy szorul a hurak és hogy baj lehet, és hogy emiatt nem tudjuk igazából pontosan megnézni azt sem, hogy szökni próbáltak-e, vagy sem, és hogy, és hogy ez hogyan készítették elő, ha igen, tehát hogy ott igen, van ott kiesik néhány hónap teljesen, ami pedig fontos lenne. A cikkbe még tudom mondani, hogy a Hassan Zoltán kollégánk pont ma reggel közölte, hogy szívesen ír két ilyen mikro történetről, ami igazából a sadül jelleméről árul el majd még szerintem sokat. Tehát ennek így a nyomozati anyagban nincs nagy jelentősége, de két olyan történet, ami eléggé megmutatja, hogy ő milyen hogyan gondolkodott a világról általában, és ha minden igaz, azt a hétvégére megírja már, hogy lehet, hogy már a podcast előtt is, de ha nem, akkor utána valamikor havar olvasható lesz. Na, ezt még én sem tudtam, mert ma egyre sokat dolgoztam, hogy ma reggel még nem néztem meg az e-maileket. A kérdezed azt is, hogy mi az, ami nincs benne? A... Hát, hogy mi az, ami... Hát most ezt nem árulok el nagy, nagy titkot, hogy ugye mi beszélgettünk a négy en belül arról, hogy mik vannak ezekben az iratokban, amik olyanok, amik nagyon érdekesek, de amiket hogy mondjam, amikor olyan típusú dolgok, hogy, hogy így, hogy így nem lehet őket jó szívvel megírni, de hogy ezek nyilván nem fogjátok elmondani, hogy mik, de hogy, de hogy milyen típusú dolgok merülnek fel, amik, amik ilyenek. Hát egy újságírók vagyunk, és ugye mivel közel vagyunk a tűzhöz, és sok kapcsolatunk van, azért rengeteg pletyka eljut hozzánk politikusokról elsősorban, meg különböző üzletemberekről, meg a befolyásos emberekről. És az ugye elég megkökkent olvasni, amikor ezeket a pletykákat, amiket, hogyha az ember idő után nagyon sokszor hallott, akkor hajlamos azt gondolni, hogy lehet benne valami, így leírva látja, hogy arról beszélgetnek ugye a telefonon, vagy pláne, amikor, amikor a rendőrség jegyzőkönyvében szerepel, hogy ők kompromitáló információkkal rendelkeznek magas beosztású politikusokra nézve, és ezek az információk, amiket ott érintőlegesen leírnak, egybevágnak avval, mint amiket mi hallunk. Ez értelemszerűen olyasmi, amit nem tudunk megírni, hiszen semmi bizonyíték nincs rá, és hiába van odaírva, akkor is csak egy plegyka. De hát így borzolja azért az ember idegeit, miközben olvassa. Ugye azt fontos szerintem még tisztába tenni, hogy a, amikor kihúzunk neveket, a screenshotokban, a cikkekben, tehát a jegyzőkönyvekből kimásolt részekben, akkor az vagy azért van, mert, mert az illető, akiről éppen szó van, az nem közszereplő és nem indokolja semmi, hogy, hogy felfedjük a kilétét, vagy, vagy azért, mert olyan megjegyzéseket tesznek a sádlék, vagy az adott beszél, telefonbeszélgetésnek a részvevői, amik sértők lehetnek, a cikkben nem szereplő, de a adott környezetben például egyetemen dolgozó többi ember számára. Tehát ha valaki tudja mondjuk, hogy ki vizsgáztatta a Nagy Ádámot, vagy kinél intézték el ezt a dolgot, és ott közben a beszélgetésben tesznek rá egy rendkívül sértő, vagy épp a egészségi vagy a politikai nézetére vonatkozó megjegyzést, akkor azt mi nem fogjuk közölni, mert nem akarjuk az illetőt ö, emiatt kellemetlen helyzetbe hozni, ráadásul a személyiség jogait is védenünk szóval kell. Ezek nem olyan dolgok, amiket, amik magában a jegyzőkönyvben vannak kihúzva, hanem ezeket ti húztátok ki. Persze, ezeket mindig mi húztuk, ki a jegyzőkönyvben, semmi nincs kihúzva. Mm -hmm. Tehát vagy ami ki van húzva, az úgy van kihúzva, hogy benne sincs. Mm -hmm. Miklós Gábor, és Horváth Bence, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és beszéltetek erről. Szerintem, szerintem ez az ügy még egy ideig téma lesz a, a sajtóban, és ö, ugye mondtátok, hogy még lesz, lesznek érdekes cikkeink is erről, úgyhogy, ö, úgyhogy köszönjük, hogy, hogy ezt feldolgoztátok, meg és a további munkához pedig ö, kéz és lábtörést. És ö, nektek hallgatók pedig ö, azt ajánlom, hogy olvassátok el ezeket a cikkeket, mert tényleg nagyon érdekesek és nagyon egyrészt szórakoztatóak, másrészt, másrészt elkeserítőek, és nagyon informatívak, és olvassátok a többi cikkeinket, nézzétek a videóinkat, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! 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 Sziasztok.